Széchenyi Istvánról mindig időszerű szólni a mai világban különösképpen. A Hídember Kossuth Díjas alakítója, Eperjes Károly mai előadásában kiemelte, a 220 éve született hazafi valóban a legnagyobb magyar. Az egyenes ágú leszármazottaktól kaptam egy gyönyörű levelet, aki közül az egyikkel édesanyám együtt járt az orsóitáknál. Aki megerősítettek abban, hogy ők meggyőződtek arról idáigi létemmel kapcsolatban, hogy nem hamisan fogom játszani a nagyapjukat és ezt a kort. Spány Antal megyés püspök az igazságkereső embert, a teljességre törekvő államférfi szerepét emelte ki. Egy olyan személyiség volt, aki kereste és kutatta az igazságot, amit abból ő képes volt fölismerni és meglátni, azt igyekezett a maga módján megélni, aki szenvedett a maga gyarlóságaitól és gyengeségeitől, hogy az eszmények azok föléje magasodnak, és ő nem tud mindig megfelelni azoknak, de nagyon tudatosan igyekezett az én szememben szolgáló szeretettel egy egész nemzetet és egy egész országot. Aki sarat dobál, az területet veszít, hangzott el Eperjes Károly előadásában. A nemzetépítő Széchenyi István öntudatébresztő gondolatainak egységét leginkább kifejező mondat.